Köszöntöm Önöket, ez a Szubjektív, a Pannon Televízió interjú műsora. Mai vendégem Lackó Illés, aki a Vajdasági Táncházmozgalom, illetve Néptáncoktatás egyik megindítója volt, egyik legendája. Köszöntelek a stúdióba, Illés, szép napot kívánok! Szervusztok, köszöntöm a nézőket is! Te ugye úgymond az elsők között kezdtél itt Vajdaságban néptáncot tanítani. Előtte már ugye a népkörbe is, és néhány helyen folyt ugyan valamilyen szintű néptáncoktatás, de te az elsők között voltál, akik ezt elkezdték. Hogyan indult ez akkor? Hát én sokat köszönhetek mondjuk az előttem mozgalmat vezetőknek, mondjuk Bátori Katinak, meg hát voltak még egy ketten-hároman, ugye, nagybecskereki, moholi barátaink, de igazából az a nagy megmozdulás, az tényleg úgy kezdődött, hogy az én generációmtól, és aztán hál' Istennek a fiatalok is belemozdultak ebbe. Ugye Budapesten a táncházmozgalom a 70-es évek elején indult meg. Ez milyen hatással volt itt a vajdasági néptáncosokra? Mennyire indította ez őket be, és mennyire lett aztán tömeges ez az egész néptáncos világ itt a Vajdaságban? Hát igen, ez hosszú és bonyodalmas különben, de úgy bonyodalmas, hogy mi úgy emlékszünk rá, mert én nekem szerencsé volt Tímár Sándor oktatommal nagyon-nagyon sokat együtt lenni, aki tulajdonképpen ezt a néptánc mozgalmat bevezette mondjuk Pesten is, vagy Budapesten, Magyarországon, és tőle nagyon sokat tanultam már az iskolákon keresztül is, és én a 76-os évtől voltam tulajdonképpen így belebonyolódva ebbe, 79-től viszont ilyen professzionális alapon jártam nagyon sokat Újvidékre, de főleg ugye 7-8 éven keresztül Temerinbe, aztán Adától kezdve, szóval Kanizsán keresztül, a népkörön keresztül. Tehát ez a táncház mozgalom, ez tulajdonképpen ilyen széles körül. Hogyan nézett ki akkor ezek hogyan néztek ki akkor ezek az ilyenfajta rendezvények? Hogy jutottál például el te ezekre az oktatásokra, például Temerinbe? Hát nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok olyan zenészbarátom volt, van, akik akkor ugye nagyon élethűek voltak, tehát nagyon benne voltak ebben a mozgalomban, a hívogató zenekartól kezdve Szűcs Sanyin keresztül, szóval Fábri testvéreken keresztül, meg hát a gyűjtőkön keresztül, és ők hívtak különben, ahol ők muzsikáltak, én ott tanítottam táncokat. Ugye? Mely táncok voltak akkora menők? Hiszen akkor ugye nem volt annyira ismert a magyar néptánc, mint amennyire most. Tehát most már ugye szinte falvakra megvannak a táncok. Annak idején viszont megvoltak azok az úgymond divatos táncházi táncok, amik mentek ezekbe a mulatságokba. Igen, igen. Hát én is így jártam táncházba, ugye Pesten is, meg hát az iskolám maga is ezen múlt, hogy szatmári táncok, székelyföldi táncok. Erdélyi táncok, így ilyen szélesebb körben nézve, és mi is így tanítottunk, hogy a szatmári táncok lesznek ma este a fő, meg Délalföld, meg Dunántúl, meg ugrós, vagy csárdás, vagy éppen kanászos, vagy bármilyen hasonló. Tehát nagyon azért olyan széles körben reperáltunk. Ma viszont azt mondják, hogy Gergyói például. És akkor csak úgy nézünk, hát igen, ezt ismerjük, de hát ezt nem így hívtuk annak. Ezt annak idején Székelyföld, ugye az egészet. Meséltél nekem arról, hogy néha nehézségekbe ütközött az, hogy például a nagy hófúvásba Temerinbe vagy Adára kellett menned, és te akkor is legyőzted ezeket az akadályokat, és mégis elmentél ezekre a dolgokra. Hogy gyűjtöttél ehhez erőt, és hogyan küzdötted le ezeket az akadályokat? Hát annak idején tényleg ugye erőm teljében, de tényleg mindig megfontoltan próbáltam is csinálni azt, amit ugye kértek tőlem. Tehát, hogyha Csókára mentem, például 8-ig tanítottam Csókán, lefújt a szél az útról, mert jeges volt, aztán visszatoltam az autómat, és tovább mentem. Aztán, amikor megérkeztem, egy lábnyom se volt a műfász körül, aztán vissza kellett jönnöm vasárnap délelőtt. Tehát voltak, aztán ködbe úgy mentünk, hogy egyik segített, hogy itt van az útszél, akkor kicsit jobbra, kicsit balra, de nagyon imádtam, nagyon szerettem, és
mindig is az volt a fő célom, hogy nagyon sokan tanulják meg azt, ami a miénk. Mely településeken oktattál te táncot, így az évek folyamán honnan kezdődött, és hova jutott ez? Hát igen, én egyszer csináltam egy térképet, azt hiszem, hogy épp a Népkörnek a 125. évfordulójára, hogy merre jártam, hol csak. De körül olyan 40 településen tanítottam Vajdaságban, és nem csak Vajdaságban, hanem Szerbián belül és Magyarországon is, mert hogy gyűjtöttem, ugye csókán vannak saját csókai anyagjaim, amiben hozzá segített ugye Bodar Anikó meg stb., akik fölgyűjtötték a népdalokat és a népzenét, de viszont a néptáncot nem. És akkor nekem sikerült a 80-as évek elején, saját erőből, saját költségemen keresztül, de megvan az anyag, hál' Istennek, és csináljuk. Hogyan nézett ki akkor egy néptánc gyűjtés? Hiszen ugye erdélyi gyűjtéseket, felvidéki gyűjtéseket, magyarországi gyűjtéseket elég sűrű lehet látni. Vajdasági gyűjtésből, táncos gyűjtésből nagyon-nagyon kevés van. Hogyan lehetett ezt akkor itt ugye az akkori Jugoszláviában ezt megszervezni? Mennyire tartotta ezt jónak az akkori állam? Mennyire nézett erre jó szemmel, vagy inkább rossz hallotta? Hát én nem is a mi államunkról beszélünk, tehát a régi Jugoszláviáról, hanem Magyarországról szeretnék inkább egy-két olyan mínuszt mondani, mert hogy Bartók járt körülöttünk, ugye anno, járt Horgos és környékén, Kispiac, és 40 dalt talán föl sikerült neki szednie, de a néptánccal nem törődött senki. Épp ezért említettem az előbb is, hogy én a saját pénzemen, a saját energiámon keresztül jártam ugye a falvakat, és hát a sikeres gyűjtések megjelent egy-két ilyen műsorfüzetben, mondjuk így, hogy táncos műsorfüzetben. Képeim vannak, sajnos kilettem rabolva, és eltűntek a magnók, de azért van egy jó néhány fölvétel mondjuk a csókai táncokból, de nagyon-nagyon kevesen gyűjtötték föl, mert hogy az országunk senkinek nem segített ebben. Magyarországi barátaink, mostani barátaink, meg volt barátaink, azok viszont nem teremtettek rá pénzt, mert ez egy, hát egy kapitalista ország volt, ide nem kell pénz, nem kell gyűjteni. És akkor elmentél mondjuk Csókára, és akkor hogy találkoztál ott az adatközlőket? Ki segített abban, hogy ezeket felkutasd, és milyen élményekkel jöttél vissza? Hát igen, hát mostani barátaim is, Frábel Jancsi, aki mondjuk ugye csókai, hát mindig 2 liter pálinkával mentem el, mert egyiket ott kellett hagyni, másikat meg. És akkor a János bácsival, meg a Júlcsi nénivel, meg hát ő, akiket ismert, az ottani emberek közül, én meg Padén születtem, tehát csókai község, tehát én nekem is voltak ott bőven ismerőseim, és én tudtam, hogy ezek ilyen fehér foltak tulajdonképpen, nem csak Vajdaságban, hanem magyarság körében, és akkor próbáltam, hogy nekem vannak padéi, vannak felsőhegyi, vannak moholi, adai, egy pár olyan figura, hogy hármasugrós, meg egyszökkenős, meg nem tudom mi, ami mondjuk máshol a más magyar dialektusban nem szerepelnek. Említetted az előbb, hogy 79-től profi módon tudtál ezzel foglalkozni. Ez akkor hogyan valósult meg? Ugye ez a Szabadkai Népkör keretein belül volt. Hogyan működött akkor a népkör, és azon belül pedig a néptánc szakosztály? Hát igen, 76-ban vettem át a Népkör táncegyüttesét Bátori Katitól, akinek sajnos bizonyos dolgok miatt, anyagi dolgok miatt, stb. Tanárnő volt, és el kellett neki, hogy menjen Szabadkára, mert itt nem volt lehetősége. Én viszont akkor már a Pionírban dolgoztam, édességiparon belül, de 79-től lettem úgy a Népkörnek a egyáltalán munkása, aki kapott valami zseppénzt fizetésként, de hát akkor se volt megbecsülve úgy, ahogy persze, talán szerintem most se. A kultúra, a tanárság, tanítás, egészségügy, szóval ez mind a három legfontosabb dolog, ami mellőzve volt akkor is. És 79-től viszont ott hagytam csapott papot. Nagyon jó munkahelyen volt a Pionírban, de ott hagytam, mert éreztem, hogy valahol ennek mennie kell, és gondolom, hogy sikerült.
a 80-as években ugye virágkorát érte a népkörben a néptáncoktatás. Mennyien jártak akkor oda táncolni, és milyen csoportok voltak? Hát nekem az sikerült, hogy 17 szakosztályunkat tudtam összerakni előbb-utóbb. Tehát a népzenétől kezdve a citerán, stb., ahol te is ugye részt vettél. És hát a táncosokból 6 szakosztályunk volt, 6 külön generáció. Abból az egyik az egy nagyon becsületes volt, csak csajokból állt. A fiúk azok mind elmentek focizni, karatézni, hokizni, meg nem tudom mi. De gyönyörű volt, és 240 táncossal rendelkeztünk akkor, abban az időben. Nagyon sok eredményünk, tehát sikeres eredményünk volt ilyen világfesztiválokon. Tehát mondjuk Budapesten elsők voltunk a Minden Magyarok Világfesztiválján, amit akkor szerkesztettek, ugye első alkalommal. Ott első volt a népkörnek a Róna Tánc Együttese. És hát aztán nagyon sok olyan barátomra leltem szert, ugye, aki most már igazi barátom, és táncosok is, mert hogy szerveztem nekik. Mindig próbáltam is, és szerveztem is nekik különböző tanulmányi utakat. Éppen erre akartam rákérdezni, hogy nagyon sok utazás is volt, ugye. Igen. Ezek közül melyeket emelnéd ki? Mik voltak a legérdekesebb utazások annak idején? Tehát nagyon-nagyon örültünk neki, hogy elsősorban ugye a városból ki tudunk menni, aztán hogy a vajdaságból, aztán hogy az országból. Tehát voltunk Franciaországtól, Lengyelország, Erdélyben nagyon sokszor. Szicílián például, Palermótól, ott Godrano, Bluffy, nem tudom, és sorba jártunk mindent, és Olaszországban is elég sokat jártunk, de hát a magyarországi fesztiválok ezeknek tökéletesek voltak, itt volt közel, így is úgy is könyörögni kellett mindig a pénzért, hogy legalább jussunk el. Ma össze kell dobni. Én most ezzel foglalkozom különben, hogy segítek a táncegyütteseknek, bármelyik táncegyüttesnek segítek, hogy külföldre eljusson, vagy eljusson más fesztiválra, nem csak a sajátjára, és most össze kell dobni a pénzt, akkor én nagyon sokat szaladtam a pénz után. Hát igen, akkor még lehetett olyan cégeket találni itt a városban, akik még ezt támogatták. Aztán ugye jöttek a 90-es évek, és ugye a délszláv háborúk idején a népkörnek a munkája is ugye nehezült. Például téged behívtak, én úgy tudom, katonának. Hát behívtak volna, de nem szerettem volna fegyvert fogni, mert hogy Budapesten 7 évet tanultam, Zágrában 5 évet, és akkor épp akkor volt ez a Zágráb, azaz, bocsánat, Horvátország, Szerbia konfliktus, és azt mondtam, hogy én egy barátomat sem szeretnék ugye megsemmisíteni, hogy ilyen nagyon szépen fejezzem ki csúnyán magam. És akkor nem mentem el katonának, azt mondtam, hogy nem. Akkor mondták, hogy börtön, akkor mondtam, hogy inkább. És akkor a börtönből én úgy tudom, hogy ugye jártál próbákat tartani. Ez hogy működött ez? Hogy lehetett ezt egyáltalán kivitelezni? Hát úgy lehetett, hogy azért voltak akkor is ugye barátaim, mint ahogy most is, hál' Istennek, és azt szabták meg, hogy reggel 7-kor kijöhetek, este 7-kor be kell mennem. És akkor átszabtam egy kicsit ezeket a próbákat, átszabtam egy kicsit azt is, hogy pont 7-re érjek be, hanem mondjuk 8:30-ra. És ezt úgy elnézték, mert tényleg sok segítőtársam volt, és azért megtartottam, meg jártam zsűrizni, ugyanakkor kiengedtek hétvégére, mondjuk szombat-vasárnapra, amikor Durindó, Gyöngyös, Bokréta, stb. Tehát 25 évig zsűriztem ott is, és akkor sikerült kijutnom, és hát köszönet nekik most is. Hogyan látod jelenleg a néptáncnak, a népzenének, a népi kultúrának a megbecsültségét, és hogy látod, hogy a akkori időköz képest, amikor ugye te ennek az egyik meghatározója voltál, vagy a mostani időköz képest, mi változott meg? Hát én nagyon sokat gondolkodtam már ezen is, nagy-nagy köszönet azoknak a diákjaimnak, akik akkor nálam táncoltak, és hogy ők is húzták azért az igát, mert mindig megkérdezték tőlem, amikor nagy sikereink voltak, diplomák, minden ezresével,
megkérdezték, hogy mi kell ehhez a munkához. Persze az iskolára gondoltak, én pedig csak annyit mondtam nekik, hogy szív, mert akinek esze van, az nem fogja csinálni ezt. De nagyon sok eszetlen ember van, aki mai napig foglalkozik vele, a népzenétől kezdve, a néptáncon keresztül. Nagyon-nagyon sok fiatal van, aki fölvállalta mi utánunk ugye ezt a munkát, és tényleg tiszta szívből gratulálok neki. Illés, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hát köszönöm a meghívást, és csak előre. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.